itt van már Horváth Richárd, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt hiszem, elmondhatom azt, hogy mindannyian nagyon büszkék vagyunk önökre, arra a fantasztikus dologra, amit ott csinált Zádori Zsófia doktornő, az önök kollégája, ugye? Mi mindannyian önkéntesek vagyunk, ő is az egyik önkéntes ebben a szervezetben, és egyébként civilben, meg orvos. Volt az önök közleményében, vagy valamelyik cikkben egy olyan mondat, amely nekem szöget ütött a fejemben. Olyan szakorvos tudott lemenni, aki egyébként barlangászik, 1000 méter mélyre lejutva még mindig alkalmas arra, hogy beavatkozzon. Mit jelent ez? Miért ne lenne alkalmas? Hát ez egy óriási fizikai és pszichikai megterhelés 1000 méterre lejutni. Tehát egyszerűen nem lehet egy laikust lecipelni oda, hogy majd ő csinál valamit. A barlangászok fölkészültek ezekre a körülményekre, ismerik a technikáját, ismerik magukat is, így egészen másképp tudnak leérni egy ilyen mély pontra, ott még tudnak bármilyen tevékenységet, kutatást, feltárást, és mondjuk ebben az esetben éppen orvosi beavatkozást végezni. Ez egy nehezen járható barlangnak számít? 1000 méter mélyre minden barlang nehezen járható. Ez egy óriási nagy mélység. És hát ebbe a barlangba az átlagos lejutási idő erre a mélységre olyan 15-16 óra körül van. Mennyi felszerelést cipeltek le magukkal oda? Hát ez a barlang kutatás alatt van, tehát azok a helyek, ahol le kell ereszkedni kötélen, vagy ahol biztosítani kell, szintén kötelet használunk, ezek ki voltak már építve, tehát ezt konkrétan így nem kellett vinni. Most ugye a saját felszerelésüket, amivel tudnak közlekedni, illetve az orvosi felszereléseket vitték le hát tulajdonképpen két csoportba, tehát az első csoport a doktornővel 4 fő volt, és utánuk ment egy újabb 5 fős csoport, aki még több, hát inkább azt mondom, ellátmány, tehát ahhoz szükséges dolgokat vittek, hogy tudjanak ott lent pihenni, élelmet vittek magukkal, ugye erre az első csoportnak nem nagyon volt lehetősége. Ugye, egészen fantasztikus dolog, hogy ott olyan steril körülményeket tudtak teremteni. Hát, ezt elképzelni sem lehet. Igen, tehát ezt nyilván nem egy orvosi műtőt tudtak ott létrehozni. Annyira tudták sterilizálni a körülményeket, amennyire tehát a beavatkozásokhoz okvetlenül szükség volt. Tehát nyilván az a terület, mondjuk, ahol egy branült beültetnek, azt nyilván kellőképpen le tudták fertőtleníteni, de azért ez nem egy műtő. Hát mindenképpen én laikusként egy orvosi bravúrnak érzem. Volt hasonló mentőakcióra példa már? Hát pár évvel ezelőtt a Rizending barlangban egy elég súlyos koponyasérülés volt hasonló mélységben. Ott is sikerült megmenteni a sérültet. Elég komoly feladat volt ott is az, hogy olyan állapotba hozzák, hogy aztán szállítani lehessen. Ez a szállítás a barlangba, ezt is úgy kell elképzelni, hogy ez a hordágy, ez nem csak viszintesen tehát halad, hanem időnként függőlegesbe kell fordítani, tehát azért nem egy akkora élmény. Mi a gyakorlatainkon mindig élő emberrel dolgozunk, és a mentőinket rávesszük, hogy próbálják ki a hordágyat, én elég sokszor feküdtem benne. Szóval van annak egy kemény oldala. Tehát őt beszíjazzák ebbe a hordágyba, és onnantól kezdve a barlangászok, akik lent vannak, tulajdonképpen kézzel, lábbal húzzák föl őt 1000 méter mélységről. Hány embernek, hány napig? Hát én úgy tudom, hogy akik a barlangban végeznek valamilyen a mentéshez kapcsolódó tevékenységet, ők összesen kb. 180-an vannak a helyszínen, és például, amikor a hordágyat szállítják, akkor a konkrét szállításban, ebben a kézről kézre adogatásban, ebben úgy nagyjából 30 ember dolgozik egyszerre. És akkor elérkeznek egy függőleges kürtőhöz, akkor ott kötélen föl kell húzni, az ugye hát egy kicsit, hogy mondjam, jobban föl kell rá készülni, ez egy technikai feladat,
de sok szempontból nekünk egyszerűbb egy kürtön felhúzni, mint egy hosszú kanyargós járaton emelkedni vele. Márpedig most ebben a barlangban elég sok ilyen volt, ahol szűkületek vannak, ott még nehezebb továbbítani a hordágyat. Nagyon-nagyon sok olyan kis felhúzás volt, ami tudom én, 10 méter, 15 méter, igazán nagy felhúzás talán kettő volt, amilyen 50-60 méter körüli. 50-60 méter igen. Magas? Az a két tízemeletes ház. Igen, de hát az sokféle értelemben nekünk az könnyebb. A doktornő hogy van? Doktornő. Tegnap feljött a felszínre, most már valószínűleg azért egy kicsit elkezdte kipihenni magát, meg hát azért ez egy elég kemény pszichikai megterhelés is, úgyhogy valószínűleg most kezd úgy egy kicsit majd lazulni. Hát ő 6 napot lent töltött, és ebből a 6 napból hát gyakorlatilag 4 teljes napot számolhatunk úgy, hogy ezzel a sérülttel kellett lennie, és ez nem csak orvosi beavatkozás, hanem egy kicsit ilyen pszichológusi feladat, tehát elhitetni a sérülttel, hogy rendben lesz minden, jó lesz minden, lenyugtatni. Hideg van ott lent? Víz 4 van? Fok, 4 fok az átlagos hőmérséklet ebbe a barlangba. Gyakorlatilag a 100% körüli a páratartalom, és nagyon sok helyen van. Tehát például abban a szakaszban, amiben most zajlik a szállítás, itt elég sok a víz. Itt ugye külön figyelni kell arra, hogy nem illik megmártani a sérültet a vízbe, tehát külön nagy figyelmet kell erre fordítani, és ez is nehezíti most a haladásukat. Utolsó információi szerint hány méteren vannak most? Hát délután jött a hír, hogy 150 méteren van a hordágy, ott egy rövid időre megáll, de én úgy tudom, hogy most már megint folytatódik a szállítás az utolsó szakaszon. Nehéz szakasz, kicsit lassan emelkedik, tehát viszonylag hosszan kell vízszintes irányban mozgatni a hordágyat, és vannak vizes szakaszok és szűkületek benne. De hát reméljük, hogy ma kiérnek. Horváth Richárd, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.